Urat kereső szívek ördögözzenek. Keressétek az Urat, és erőre kaptok. Keressétek arcát szüntelen. Keresestőrök, évközi 30. vasárnapot ünnepeljük a mai napon. Ezt a szemmisét elmondtuk, Uherné, Lehőc, Elvira, Lelkünk, Vért ajánljuk fel, 5. évfordulójára emlékezve. Ugyancsak köszöntöm azokat, akik otthonukba kapcsolódnak be a szemmisébe, tévé közvetítésén keresztül. Isten ígér üdvösséget, szabadulást, hogy velünk lesz, megszabadít. Bár ezt olykor nehéz elfogadni, nehéz hinnünk ebbe, akadályoznak bennünket bűneink, gyengeségeink, betegségek, botrányok. Hogy mi a tolélekkel lefelkítünk szentét, hogy a szemmis elején is lehet meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Thank you.
szeretete. Add, hogy szeressük, amit parancsolsz, és segíts, hogy elnyerjük, amit ígérsz. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek egységben, Isten örökké. Olvasmány Jeremiás proféta könyvéből. Ezt mondja az Úr: kitörődöm, mert örüljetek Jákobon, örvendjetek annak, aki első a nemzetek között. Dicsőítsétek, hirdessétek és mondjátok: az Úr megszabadított a népét, Izrael maradékát. Íme, visszahozom őket Észak földjéről, és összegyűjtöm őket a föld határaira. Mindjártnak összegyűjtöm, a bakokat, a sátákat is, a várandósokat és a szülő anyákat is. Nagy sereg lesz, amely ide visszatér. Könnyek között jönnek, fohászkodáshoz vezetem őket vissza. Forrásvizekhez vezérlem őket, sima ösvényeken nehogy evessenek. Mert atyával lettem Izraelnek, és Efraim az én első szülött fia. Ez az Isten igéje. Thank you.
Abban az időben tanítványaival Jézus Jerikóba érkezett. Amikor tanítványainak és nagy tömegnek kíséretében elhagyta Jerikót, egy baktoldus Tímeus fia, Bartimeus, ott ült az utcére. Hallva, hogy a názareti Jézus közeledik, elkezdett kiáltozni. Jézus, Dávid fia, könyörülj rajta! Többen szóltak neki, hogy hallgasson, de ő annál hangosabban kiáltotta. Dávid fia, könyörülj rajta! Jézus megállt, és így szólt, hívjátok ide. Odaszóltak a baknak, bátorság, gyere téged hív. Az eldobta köntösét, felugrott, és oda ment Jézushoz. Jézus megkérdezte, mit akarsz, mit tegyek veled? A vak ezt felelte, Mester, hogy lássuk. Jézus erre így szólt hozzá, menj, a hitet megmentett téged. Az pedig nyomban visszanyerte látását, és követte őt az úton. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek! Isten ígéri a szabadulást, a gyógyulást, üdvösséget. És ezt be is teljesítjük. Legfőképpen azok számára, akik tudnak hinni ebben. Valamennyien koldusok vagyunk. Abban az értelemben, hogy mindig koldulunk valamit. Koldoljuk a figyelmet, az elismerést, az elfogadást. Lehet, hogy a panaszokkal koldulunk valami enyhületet, áldozat szerepbe kerülve is koldulunk, panasz áradat is nem egyszer igazából koldulás. Valami játszma rendszerbe benne van az ember. Kolduljuk a szeretetet. És olykor, hogyha nem kapjuk meg, akkor nem mindig tudunk úgy viselkedni, hogy szelíden könyörületet kérünk, hanem vádlunk, haragosan, akár agresszíven, bántalmazóan követelünk, hogy adják meg, adjak. Hisztízbe, fenyegetődve, vádaskodva, büntetve, büntetést kilátásba helyezve. Pedig igazából könyörületre szorulunk, mint ez a vakkoldus. És ezt is kiáltja, könyörülj rajta, könyörületet akarunk. Hiszen az embernek kijut a nyomor. Nem csak a fizikai nyomor, fizikai betegség, hanem a magánya, az elhagyatottsága, az, hogy nem kerek a világ. Egyszerűen csak töredezett a világ, és nem vagyunk jól. Olykor ilyen pillanatban kiáll bennünk az, hogy könyörületet akarunk. Valaki úgy panaszolta föl, hogy mit vétettem, hogy így szenvedem. Miért szenvedem? Pedig nem csináltam semmi rosszat. Mindent jól csinálok, és mégis töredezett. Nem sikerülnek úgy a dolgok. Valami mindig zavar. Nem egész. Könyörületet koldolok. Mint ez a vakkoldus. Könyörületet kér. Mert mégis, amikor Isten válaszol neki, kérdésen válaszol, és ezt a választ mi magunk is mindig kivallhatjuk, hogyha kérjük Istent imádva, akkor könyörületért oldolunk nála, fölteszi ezt a kérdést, hogy mit akarsz, hogy tegyek neked? Mit tegyek veled? Isten mindig visszakérdezi ezt, hogy mit tegyek neked?
És nagyon könnyen úgy vagyunk vele, hogy amikor zavar valami bennünket, vagy bántottak, akkor azt akarjuk, hogy az Isten úgy tegyen igazságot, hogy büntesse meg a másikat. Csapjon oda. Mintha kegyetlenséget kérnék Istentől. Úgy kérjük az igazságosságot, hogy a másiknak fájjon. Büntesse. Mindegyikünkben benne van ez is. Nyilván ennél mélyebbre kell menni, és a könyörületet keresni. Jézus kéri, hogy fogalmazzunk meg, hogy mit is akarunk. Szembesüljünk vele, hogy mit is akarunk. Mit akarsz, mit tegyek veled? Ő könyörületet akar tenni. Ő ígért, és az beteljesíti. Nem automataként. Nem úgy hozza helyre a dolgokat, ahogy éppen mi hirtelenségünkben azt vágyjuk, vagy akarjuk. Persze itt van ez a vágy is, hogy vágyunk valamilyen könyörületre, de nem hiszünk benne. Vágyjuk a megoldást, vágyjuk az egészséget, vágyjuk a kiigazítást, vagy a kiegészülést, de már nem hiszünk benne. Mert mi is a konklúzió? Menj a hitet, megmentett téged. Több helyen azt kérdezi vissza, hogy hiszed-e, hogy meg tudom tenni? Legyen a hitet szerint. És hogyha nem hiszünk benne, amikor vádaskodva kérünk valamit, akkor igazából, mintha büntetnénk, a büntetésbe hiszünk, nem a könyörületbe. És lesz nekünk a hitünk szerint. Ilyen értelemben veszélyes a hit, hogy hogyan is hiszünk. Meg kell tisztuljon a hitünk. Azt is mondhatnánk, hogy amikor megkérdezi, hogy mit szeretnél, hogy tegyek veled, tisztíts meg, Uram, a hitemet. De úgy is mondhatnám, ahogy a vak is mondta, hogy hát Uram, mondta, hogy lássam. Lássam a dolgoknak az értelmét, a szenvedésnek az értelmét, vagy annak a helyzetnek az értelmét, amit éppen el kell viselni. Add, hogy ezt lássam, hogy értsem, hogy elfogadjam. Hiszünk-e ebben? Vagy igazából ezeket csak úgy tudjuk, hogy ezt kell mondani, de hogy igazából elemződne a logikus, de igazából nem hiszek benne. A büntetésben hiszek, hogy csapjunk oda, bántsuk, írtsuk ki, büntessünk, fájjon neki. Sajnos ez ott van bennünk, és ettől meg kell szabadulni, megbénítanak bennünket, ezek vakká tesznek bennünket, süketekké tesznek bennünket. Láthatjuk, amikor a kisgyermek is toporzékból követelőzik, tudja a szülő vagy a pedagógus, hogy ezt először meg kell nyugtatni, nyugodj meg kell szeretni, meg kell nyugtatni, mert türelmetlenségében nem lát, nem hall, nem érti. Meg kell nyugodnunk, és úgy kell kérnünk. Add, hogy Uram, lássam, értsek. Fölfedezzenek, megértsem, hogy te hogy akarsz, hogy mit is akarsz. Megértsem, hogy mi a szeretet. Megértsem, hogy miért vannak a kihívások. Főleg manapság, hogy megértsük, hogy miért vannak a botrányok. Miért van ez a fájdalom? Miért esik szét annyi minden? Add, Uram, hogy ezt megértsük. Hogy újuljunk meg. Mert azon kárhát lamentálni, hogy régen hogy volt, meg a mi időnkben hogy volt, ez nem segít. Add, hogy értsük, add, hogy lássuk. És ugye ott van a kulcskérdés, hogy tudunk-e hinni ebben? Meghalljuk-e azt, hogy menj a hited megmentett? Csak a panaszomban igazából a bosszú szomjazom. Vagy elégtételt várom, és követelem.
pedig gyógyítani akar az Isten. Meg akar gyógyítani minden sebet és minden bajt. Igazából el kellene hinni, de még ez a hit is sérül, újra és újra sérül. Kérnünk kell, hogy lássunk, értsünk, gyógyuljunk. És amikor megtörténik ez a gyógyulás, hogy írja a Szentírás is, az pedig jobban visszanyerve látását követte őt az úton. Mert aki már ezt megérti, meggyógyul, aki már lát, ő már ebben akar járni. Ő már követni akarja az Istenet. Így akar élni, hogy ezt Jézus teszi, hogy ezt Istenben látjuk. Látni ezt a hitet. Kérni ezt a hitet. Elmondani tudjuk, de higgyünk is benne. Mondjuk is el. És kérjük, hogy higgyünk benne. Hiszek egy Istenben. Minden van a Atyában. Legyünk és szóval teremtő hívben. És Jézus Krisztusban. Az ő egyszülött fiában. A mi úrunkban. Aki fogadtat a Szent Lélektől. Született Szűz Máriától. Szenvedett a Szűz megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállottak be, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbjára, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Imádkozunk testvérem a mindenható Istenhez, aki megszabadíthat minket testi és lelki nyomorúságunkból. Add Urunk, hogy egyházat az evangélium hirdetésével és a kegyelem eszközeivel orvosoljon minden lelki nyomorúság. Add, hogy a kutatók és a feltalálók a tudomány vívmányai az emberiség javára használják. Gyógyítsd meg a lelki magságban szenvedőket, hogy meglássák az igaz tanítás fényét. Vezesd kérdező embertársaikat a helyes élet útjára. Ragyogtasd fel meghalt híveinknek az örök világosság fényességét. Mennyei Atyánk, Szent Fiat visszaadtad hozzá esdeklő ember látását. Könyörökbe kérünk, hagyd nekünk lelki világosságot, hogy eljuthassunk hozzád. Krisztus, a mi úrunk által.
amelyeket fölségednek felajánlom, hogy szolgálatunk egyre nagyobb dicsőségedre váljunk. Krisztus, ami útunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük fel szívünket. Vagyunk hálátlanak Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, élő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert te alkottál mindent, amiből a világ épül. Az idők járásának te szabtál törvényt. A te képmásodra formáltad az ember, sőt hatalmában adtad mindazt, amit a világban álmodva látod, hogy helyettesebbként uralkodjék minden művedet, és nagy tetteidél szüntelen magasztaljon téged, Krisztus Urunk által. Ezért mi is dicsőítünk minden angyallal együtt, vidám lélekkel énekünk, és hálás szívvel zengjük. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásra, ami elvész. Ezért mi ott halálának és feltámadásának töplékét ünnepelve, felajánljuk neked Istenünk az élet kenyerét és az üdvösségeit. És hálát adunk, mert arra miatt adtál minket, hogy színedet utálhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesül. Viselt szíveden, Urunk, egyházat sorsát, az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, László püspökünkkel, és az egész papsággal. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elmúlt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban Jézust távoztak el a világból. Bocsásd őket, szent színe. Könyörünk kérünk mindjárt, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a Szent Apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtte, részesei lessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus a te fiad által.
ő velem, és ő benne a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélek kegyelmében. Minden tisztelet és dicsőség mindörökre örökké. Üdvözítők szavára és Isten tanításán felváltozva, így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék maga te neved, jöjjön el a te ország, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatul mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondtad apostolaidnak, békességet vagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne védkeinket nézed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljesedtségét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelétek ki szívből egymással.
nyörögjük. Kérjük, hogy most pedig működjék hatékonyan bennünk a szent áldozás kegyelme, hogy amit most a szent színek alatt magunkhoz vettünk, azt a maga teljes valóságában is elnyerjük. Krisztus, ami magunk által. Kérjük a keresőleknek jövő héten a szentmiség a következő képpen lesznek. Szerdán, este 5 órakor lesz szentmise, azt követelre most a főzér imádság. Csütörtökön, miután 5 órakor szentmise, majd az követően adoráció, majd rózsa főzér ima. Pénteken minden szentek ünnepe november 1-je, miután 3 órakor lesz szentmise a temetőbe. Szombaton este 5 órakor az előesti szentmisét elmond Mária és Antal lelkügyvért ajánljuk fel, előtt egy ónási lehetőség. Jövő vasárnap, november 3-án, évközi 31. vasárnapon, Mörzsöl 8:30-kor lesz szentmise, Tolnán itt a templomba a szentmisét 10 órakor elmond János, a szülők és testvérek lelkügyvért ajánljuk fel. Jövő vasárnap, Bogyisztón, 12:00-kor szentmise lesz. 2025. évi naptár, a forgatós, a hali naptár és kalendárium kapható a sekrestjében. Múlt hétvégi missziós gyűjtés, Tolnán 51.000 forint volt, Bözsön 15.000 forint, amelyet továbbítottunk a Pécsi Egyházmegyéhez. Köszönjük az adományokat! Minden szentek halottak napja alkalomból, jövő vasárnap halottaikra emlékezve a szexádi madrigál kórus hangversenye lesz itt a tolnai templomban. Tehát jövő vasárnap, november 3-án délután 4:30-kor de Morales vissza Prodefontis művét adják elő szexádi kórus Jobbágy Valér vezényletével. Mindenkit szeretettel várunk. Az Úr legyen.